Nagy csütörtök. Nem volt csatlakozás. 6 óra késést jeleztek, és a fulladtak sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben, nagy csütörtökön. Testem törött volt, és nehéz a lelkem. Mint ki sötétben titkos útnak indult, végzetes földön csillagok szavára, sors elől szökve mégis szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppant denevér szárny legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el, mély, állati félelem. Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végig csurogtak gyűrött arcomon.